Kossuth Zsuzsanna születésnapján, a Magyar Ápolók napján tisztelettel köszöntöm Önöket, és valamennyi ápolót, szakdolgozót, akik a betegek ellátásában és gyógyításában részt vesznek. Az ápoló munkája háromszoros érdeklődést kíván. Szellemi érdeklődést az eset iránt, szívbéli érdeklődést a beteg iránt, és szakmai érdeklődést a gyakorlati munka technikája iránt. Nehéz feladat, nehéz időkben. A járvány megváltoztatta mindennapjainkat. Megváltoztatta a feladatainkat, megváltoztatta a kapcsolatainkat. 2020-ban, a pandémia kezdetén még nem tudtuk, milyen teher nehezedik ránk az elkövetkezendő hónapokban. A fertőző betegek ellátásának megszervezése és az infekciókontroll ismereteink felelevenítése után készen álltunk, hogy a fronton legyőzzük a vírust, úgy, ahogyan Kossuth Zsuzsanna és Florence Nightingale is tette. Voltak a mai napig fájó veszteségeink. Már nem lehet velünk Adorján Gusztáv főigazgató úr, de tudom, hogy büszke lenne Önökre, büszke lenne szeretett kórházára, és büszke lenne ránk, hiszen együtt becsülettel harcoltunk az elmúlt időszakban. Az elmúlt év jelentős változásokat hozott az egészségügyi ellátórendszerben. Megváltozott az egészségügyi dolgozók jogviszonya, jelentősen emelkedtek a bérek, és a paraszolvencia kivezetésével transzparenssé vált a rendszer, és a szakmai döntések kerültek a fókuszba. Az elmúlt 4 évben az SSBMK telephelyein kormányzati támogatással 31,5 milliárd forint értékű eszköz és infrastruktúrális fejlesztés történt. Ebből 2020 és 2021 évben több mint 6,5 milliárd forint értékű eszközfejlesztésben részesültünk az Országos Kórházi Főigazgatóság által, amelyeket a COVID-ellátás biztosításához kaptunk. Fejlesztéseink az ápolási eszközök jelentős megújítását eredményezték. Az elmúlt években felújítottuk a nővérszállóinkat, és további 2 nővérszálló építését tervezzük, melyre már támogatási döntéssel rendelkezünk. A betegápolási tevékenység a rászoruló segítése mindabban, amit saját maga tenne meg, ha meg lenne hozzá a megfelelő képessége, tudása és ereje. A karitatív attitűddel rendelkezők számára a kiszolgáltatott emberekkel való foglalkozás vonzó, ugyanakkor nagyon jelentős pszichés és fizikai terhet jelent. Egy hivatás társadalmi presztízse, a megfelelő anyagi megbecsülése nagyban befolyásolja a pályát választók arányát, a feladatok ellátók terhelését. A terhelés az egészségügyben fokozódik a munkarendből adódóan, a szenvedéssel és a halállal való mindennapi találkozásból adódóan, illetve a sürgősséggel adódó helyzetek megoldási kényszere még tovább fokozza a ránk nehezedő nyomást. Tudjuk, hogy a komfortos munkakörnyezet, az anyagi elismerés elengedhetetlen a munkatársainkra nehezedő terhelés kompenzálására. Kásler Miklós miniszter úr hozzánk eljuttatott videóüzenetében kiemeli az elmúlt évek szakdolgozói béremelését, amihez kórházunk a jogszabályi előírásokhoz képest magasabb műszakpótlékot és ügyeleti díjat biztosít. Hiszem azt, hogy a gyógyító munka eredményét jelentős mértékben befolyásolja az orvos és ápolás szakmai munka mellett a betegeinkkel és a hozzátartozókkal a megfelelő kommunikáció, a megnyugtató, bizalmat keltő viselkedés. A kórtermekben, a szakrendeléseken ki kell alakítanunk ezt a légkört. Ez a mi feladatunk. Kérem Önöket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a betegség okozta feszültség csökkenjen, a betegeink és a hozzátartozóink nyugodt körülmények között gyógyuljanak. Közös célunk a minőségi munkavégzés, a magas szakmai színvonalú betegellátás, és ehhez a humán és infrastruktúrális feltételek biztosítása. A mostani járvány megmutatta, hogy nem csak békeidőben, hanem a különleges, kihívásokkal teli helyzetekben is igaz, hogy kórházunk ápolói és szakdolgozói
egy csapatként tudnak dolgozni, és városokon, telephelyeken átívelően segítik egymás munkáját a betegek érdekében. Kórházunk vezetése, munkatársai és a betegek köszönik az Önök munkáját. Ennek elismeréseként tisztelettel köszöntjük Önöket minden a mai napon, és tiszteljük Önöket az év minden napján, hiszen az a munka, amit végeznek, rendkívül fontos mindannyiunk számára. Kérem, folytassák ezt velünk együtt! Nagyon fontos, hogy ma itt lehetünk, és nagyon nagy öröm számomra, hiszen olyan egészségügyi dolgozókat ünnepelhetünk, akikre az elmúlt időszakban óriási figyelem hárult. És bár a figyelem hirtelen jött, mégis nagyon hasznos volt, hiszen sok mindenre rávilágított bennünket. Többek között arra, hogy az ápoló szakemberek milyen óriási munkát végeznek, és milyen óriási munkára képesek, és hogy milyen nagyszerűen helytálltak a legnehezebb helyzetekben is. Ezáltal a társadalom kicsit még jobban megismerte a tevékenységüket, jobban bele tudott látni abba, mennyi kitartás, türelem, lemondás és gyakorlat kell ahhoz, hogy valaki ezt a munkát végezhesse. És természetesen, amit nem győzünk hangsúlyozni, a hivatástudat, talán ez a legfontosabb. Az a segítő szándék és az ember társainkhoz való humánus hozzáállás, amely nélkül ez a szakma nem tud működni. Hiszen az ápolók mindig olyan ember társainkon segítenek, akiknek arra nagyon nagy szükségük van, akik az ő segítségük nélkül nem, vagy csak jóval nehezebben tudnának boldogulni, akiknek a gyógyulását nagyban tudják segíteni és támogatni. Az egészségügy, tudjuk, hogy egy nagyon nehéz terület, de az egyik legcsodálatosabb és a legszebb területünk, amely szinte mindannyiunkat érint. De a terheket mégis leginkább a benne dolgozók érzik és viselik, főleg, ha egy a mostanihoz hasonló járványhelyzet többszörösére emeli azokat. Ezért is mindig fontos a korszerűsítés, a folyamatos fejlesztés, amely itt a Józsa András Oktató Kórházban folyamatosan érzékelhető. Ezek a fejlesztések mind-mind bővítik az itt élők lehetőségeit, az ellátás korszerűsítését, így a felbecsülhetetlen munkát is segítik, amely mellett nagyon fontos az egészségügyi szakdolgozók megbecsülése. Az egészségügy fejlesztése, a munka körülmények javítása egy állandó feladat, amire nagyon nagy gondot kell fordítanunk. Az egész világot sújtó járványhelyzet talán most még jobban ráirányította a figyelmet erre a feladatra, hiszen sokszor nehéz elmondani, hogy mivel jár ez a feladat, micsoda terhet jelent lelkileg és fizikailag is a benne dolgozóknak. Hiszen tudjuk, hogy egy egészségügyi dolgozónak nem lehet rossz napja. Hiszen tőle kér és vár segítséget szinte mindenki. És pont ezért fontos, hogy nekik is szükségük van, azaz Önökre is nagyon nagy szükség van, de Önöknek is nagyon nagy szükség van visszajelzésre, támogatásra és sok-sok elismerésre.
Ez a mai nap alkalmas erre a visszajelzésre, hogy a kiemelkedő teljesítményeket, az önfeláldozó szorgalmas munkát kiemeljük és megköszönjük. Éppen ezért köszönjük az ápolóknak, köszönjük önöknek, az egészségügyi dolgozóknak az elkötelezett és az odaadó munkájukat, és a díjazásban részesülőknek pedig ezúton is szívből gratulálok, hiszen önök azok, akik példaképek mindannyiunk számára. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok. Február 19-e hazánk első főápolójának, Mesztényi Rudolfné Kossuth Zsuzsanna születésének 205. évfordulója, és a Magyar Ápolók napja. Megemlékezni és ünnepelni jöttünk ma itt össze. Kossuth Zsuzsa mindenkor példakép a magyar ápolók és a jövő generációi számára. Ő volt az a tragikus sorsú nő, aki bizonyította emberségét, bátorságát, a haza iránti hűségét, szakmai alázatát, szervezőkészségét, kreativitását, széleskörű műveltségét, aki olyan maradandó cselekedet valósított meg, mely jóval megelőzte saját korát. Kossuth László ügyvéd és Tillingi Weiber Karolina idősödő és betegeskedő házaspár negyedik lánygyermekként látta meg a napvilágot 1817. február 19-én, Szent Zsuzsánna napján. Testvérei, ekkor már felnőtt Kossuth Lajos, a házaspár első fiúgyermeke, őt követte Karolina, Emília és Lujza. A kislány gyermekévei szorgalmas tanulással telnek, családi tanítói édesanyja és Lajos testvére. Tanítójuk irodalmat, történelmet, német és angol nyelvre tanította a lány testvérével együtt. 14 évesen már szembesült a nyomorral és egy nagy pusztító járvánnyal is. Az akkori 1831-es napkeleti járvány idején az ifjú Kossuth Lajost Sátorajóhely korarabiztosának nevezték ki. A járvány idején segített bátyjának a vészbizottság tagjaként. A vesztegzárban lévő betegek és kolerjanusok páciensek ügyeit intézte, részt vett a halottak összeírásában, segítette a gyógyszerek beszerzését, részt vett a szenvedők ápolásában is. Az ápolás területén sok közvetett, illetve közvetlen tapasztalatot szerzett ekkor, amint később, 1849-ben kamatoztatni is tudott. Fiatal Kossuth Zsuzsának kellett gondoskodni időszüleiről is. A család 1836-ban Budapestre költözik. Lajos testvére nem csupán anyagilag támogatta a családját, hanem teendőibe is bevonta Zsuzsannát. Másolja a törvényhatósági tudósításokat, később szerkeszti is azt, mint titoknok. Az említett lap révén észrevétlenül részese lesz az akkori politikának, közigazgatásnak és a történelemnek. 1839-ben vesztették el édesapjukat, ezt követően kezdődő Zsuzsanna köhögési és fulladási rohamokkal járó tüdőbaja. 1841-ben a Kossuth testvérpár házasságra lépett a Mesztényi testvérpárral, május 1-én Mesztényi Rudolfot választotta élete párjául, aki politikus és jogász. Fiú testvére Mesztényi Terézia Johannával, Rudolf lánytestvérével kötött házasságot. Három gyermekük született. Először Gizella, majd Irona, végül Rudolf, már félárvaként, mivel 1848. januárjában férje váratlan halála után várandósan két lánygyermekével egyedül maradt. Szomorú események és pénzügyi gondok is nehezítették a családjuk életét.
Flór Ferenc vezetésével 1849 elején újjá szervezték a Honvédség egészségügyi osztályát, és Kossuth Zsuzsanna az összes tábori kórházak főápolónője lett. Főápolóként a tábori kórház ápolás felügyeletéért felelt, felismerte, hogy nincs elég ápoló az országban, az egészségellátás katasztrofális, a kórházak felszereltsége hiányos. Kinevezését követően felhívást intézett a tábori kórházak igazgatóságaihoz, valamint lányokhoz, asszonyokhoz, és minden kórházat felkeresett, 72 tábori kórházat létesített, és felállításában nyújtott segítséget közel 3 hónap alatt. Nem csak szervezte az ellátásokat, hanem betegeket is ápolt. Rengeteg személyes tapasztalást is szerezve a munkája során. Járta az országot, és túl azon, hogy ellenőrizte a kórházak működését, szükség esetén újabb szükségkórházakat hozott létre. Felhívásaira sokan mozdultak meg, és rengeteg önkéntes és ápolóni állt munkába. Az önkénteseket bevonta az egészségügyi ellátásba, legyen szó a sebesültek ellátásáról, vagy az ápolás segítő eszközök, gyógyszerek készítéséről. Munka mellett tanította az önkénteseket és a kisegítőket. Szigorú követelményeket, alapelveket, működési rendet állítottak fel ekkor. Pontosan meghatározták a kórháznak megfelelő és a kornak megfelelő kórházi követelményeket, felszereléseket. Szabványosították a műszerezettséget. Biztosították a gyógyszerek és a kötszerek ellátását. Az önkéntes nőéleteken belül megalakították a betegápoló egyleteket, az asszonyok lepedőket, gyolcsokat gyűjtettek. A főápoló Debrecenben raktárt létesített, és onnan biztosították a kórházak működéséhez szükséges eszközöket és kötözőanyagokat. A magyar törzsorvosok az akkoriban szokásostól eltörően szétválasztották a sebesülteket és a sebesülteket a fertőző betegektől, és fel voltak szerelve fájdalomcsillapító berendezéssel, ételnarkózist alkalmaztak a háború okozta sérülések és sebek ellátása során. Az adott korszak ápolására már jellemző volt az egyik legfontosabb követelmény, tisztaság legyen a beteg körül, legyen tiszta ágynemű, álljon rendelkezésre tiszta, kifőzött és vasalt, tépett kötés, továbbá forralt víz a sebek ellátására. A személyes jelenlét az ápolás folyamatában is fontos volt már ekkor. Kossuth Zsuzsanna ekkor már lefektette a humánus, professzionális, rendszer szemléletű ápolásnak és az ápolási ismeretek megszerzésének alapjait. Az országos főápolónő töretlenül, de már betegen járta az országot. Sok nehézséggel szembesült munkája során is. Az akkori világnézettel ugyanis merőben ellentétes volt, hogy ilyen fontos feladatot egy nő végezzen el, ám még nagyobb ellenszenve övezte azért, amiért ápolóival nem csupán a sebesült honvédeket, hanem az ellenség katonáit is ellátta. Hibája később meg is mentette az ő életét. Zsuzsanna végsőkig kitartott a kórház működtetése mellett, és a politikai események menekülésre késztették őt is. A viharos történelmi események nagy áldozatot követeltek, és megpróbáltatásokat hoztak az életébe. Családja és személyi elleni támadások sorozatát, hatóságok állandó zaklatását, ismételt nehéz anyagi körülményekbe kerültek, menekülés, hadifogság jutott osztály részéül. Bebörtönzés, a császárnes szervezkedéssel vádolták. Szervezete nem bírta a körülményeket. A hideg, ablak nélküli zárkában megbetegedett, és kiújult tüdőbaja. Betegség ellenére is küzdött, és harcolt az életéért és az igazságáért. 1853 tavaszán édesanyja halált követően a család Lajos után Amerikába költözött. New Yorkba már viszonylagos nyugalomra lelt. De egészsége tovább romlott. Súlyosbodó tüdőbaja, honvágya és szomorúsága végül teljesen felemésztette. Mindössze 37 évesen halt meg 1854. június 26-án. Kedves munkatársak! Mai nap ünnep, és ünnepelni jó dolog.
Az évek során visszatérő ünnepeink rendszerességet, keretet adnak életünknek. Felöltenek bennünket az átélt események által. Minden magyar ápoló számára a legnagyobb ünnep február 19-e, mivel 2014 óta ez a jeles nap a Magyarországgyűlés határozatával is megerősítve hivatalosan a Magyar Ápolók napja lett. Ebben az évben jelent meg a Magyar Ápolási Egyesület ünnepi kiadványa, Vártókné Fehér Rózsa, Kossuth Zsuzsanna Szellemi Öröksége című kötete. Ebben az évben szintén a Magyar Ápolási Egyesület 2017-re meghirdette a Kossuth Zsuzsanna emlékévet. A Magyar Nemzeti Bank emlékérmet bocsátott ki születésének 200. évfordulójára. Kossuth Zsuzsanna olyan színvonalas betegápolási rendszert vezetett be, ami európai szinten egyedülállónak tekinthető, 4 évvel előzte meg azt a nemzetközi elismert ápolási rendszert, amelynek kidolgozása Florence Nightingale nevéhez fűződik. Kossuth Zsuzsanna szellemi hagyatékának felismerése a feladatainkra is figyelmeztet bennünket, amiből erkölcsi kötelességünk tanulni, és ezt az örökséget a mai kornak megfelelően fel kell dolgoznunk és továbbadnunk. Hősies, önfeláldozó tettei alapkövei voltak a hazai ápolásnak, innen már elindulhatott a fejlődés, amit Kossuth Zsuzsanna követőinek is évről évre ad új feladatot, kihívásokat. Legyünk hálásak azért, hogy a sors ilyen szép hivatást adott nekünk, minden nap nyújthatunk valamit embertársainknak, akiknek hálás mosolya újból és újból feletteti problémáinkat. Legyünk büszkék azokra, akik évek óta szolgálják a betegeink ellátását. Tegyünk meg mindent a szakma elismeréséért, szeressük hivatásunkat, és törekedjünk a fiatalabb generációkkal is megszeretetni ezt a nehéz, de nagyon szép hivatást. Gratuláljunk azoknak, akik a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották az elmúlt évben és években.